Már a héten munkába is állt az új szemétszállító autó Keszthelyen. Közszolgálati feladatokat tud ellátni, mind a bio, mind a kommunális hulladék elszállítására alkalmas. A 20 Kft. Számára nagy segítséget jelent, hogy még egy jármű a rendelkezésükre áll. Az idősebb autók között van ugyanis olyan, amelyik teljesítménye már kevésbé hatékony, többször szorul szervizelésre. Az új autóval a karbantartási munkákat tervezettebben tudják végrehajtani. Ezzel együtt 5 kukás autó, egy konténeres autó és egy kisebb szemétszállító áll a 20 Kft. Rendelkezésére. Az új járművet Vozár Péterné alpolgármester is megtekintette. A város számára is fontos, hogy a 20 Kft. Megfelelően tudja végezni feladatát. A gépjármű egy korábbi kehópos pályázat kapcsán érkezett a településre. Összköltsége 57 millió forint plusz áfa volt. Hosszú évek óta várunk erre a beruházásra. Most végre egy Zalaispa pályázat keretein belül a 20 Kft. Megkaphatta ezt a kukásautót, ami nagyban segíti a munkájukat, hiszen az optimálisabb munkaszervezést, a tervezett javításokat könnyebben tudják ellátni, nem autót kell bérelni, hanem a saját autókat tudják úgy forgatni, hogy minél hatékonyabban lássák el a munkájukat. A Zalaispa, mint a Területi Hulladékgazdálkodási Társulás menedzselte a pályázatot. A jármű is az ő tulajdonukban van, azonban üzemben tartója a 20 Kft. A kéttengelyes Renault típusú szemétszállító sokban tudja segíteni a társaságot. Azért esett a kéttengelyesre a választás, mert ez kisebb, fürgébb autó, a szűkebb keszthelyi utcákon, kertvárosi utcákon talán kényelmesebben tud majd szolgálatot teljesíteni. Tömörítő lapos a hulladékgyűjtő szerkezete. Körülbelül 7-7,5 tonna hulladékot tud majd jó esetben magába fogadni egy körben. A 20 Kft. Hetente mintegy 100 tonna hulladékot szállít el Keszthely utcáiról. A vezetőség elmondta, az új autó kiváló lehetőséget biztosít, hogy az esetleges új igényeket is el tudják látni. Az önkormányzattal zajlanak a tárgyalások az illegális hulladékgyűjtési feladatokról. A plusz autónak köszönhetően nem lesz hiány a napi feladatok ellátását végző gépjárművekből, így a régieket új megbízások teljesítésére is tudják alkalmazni.